Szeptember végéig már több mint 110 ezeren vették át diplomájukat nyelvvizsga nélkül. A kormány még tavasszal a gazdaságvédelmi akcióterv egyik elemeként hozta meg a döntést, miszerint akik augusztus 31-ig záróvizsgát tesznek, oklevelük átvételét nem kötelezik középfokú nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásához. Részben emiatt, részben pedig a tavaszi karantén időszak miatt csökkent jelentősen a vizsgázók száma. Az év első 7 hónapjában, július végéig, augusztus elejéig hozzávetőleg 40%-kal csökkent a nyelvvizsgázók száma az előző évhez képest, és akkor rögtön hozzátehetjük, hogy az előző év egy csekély néhány százalékos, de szintén csökkenés mutatott azt megelőző évhez képest. A nyelvtanulók számáról nincsen ilyen napra kész, vagy legalábbis hónapra kész konkrét információ, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek nagyjából némi csúszással, de nagyjából a nyelvvizsgázók számával hasonló arányokat mutatnak, és a nyelviskolák tájáról érkező hírek is ezt támasztják alá. Tehát drámaian nagy visszaesés van mind a nyelvtanulásban, mind a nyelvvizsgázók számában. Amíg angolból tavaly egész évben 92 ezeren, idén eddig csak 42 ezeren vizsgáztak, míg németből 22 ezerről 10 ezerre csökkent a létszám. A visszajelzések alapján egyébként a nyelviskolák nagy része jól alkalmazkodott és megfelelően felkészült az online tanításra és vizsgáztatásra. A megváltozott szabályok miatt új kihívásokkal kellett azonban szembenézniük. Ezt támasztják alá az egyik nyíregyházi intézmény tapasztalatai is. A létszámból adódó csökkenés ugye az az, hogy 9-12 fős csoportokat nem indítunk, amiatt, hogy lehetőség szerint a termekben minél kevesebben legyenek, ezért csak a 3-4 fős mini csoportok és az 5-8 fős kis csoportokat indítjuk. Elsődlegesen a diákok és a 3-4 fős csoportokat keresik. Ebből adódóan ugye, hogy kevesebb csoportot tudunk indítani kisebb létszámban, teljesen mások a nyerekséges mutatók is. Az is figyelhető volt, hogy a szülők jelezték, hogy később tudnak fizetni, illetve miatt maradtak ki esetleg diákok a csoportokból. Látható az, hogy a szülők anyagi helyzete változott, illetve valószínűsíthetően a megtakarításaik is csökkentek. Így amikor diákok képzéséről van szó, amikor a szülők a finanszírozók, nem igazán tudják ezeket a díjakat már most megfizetni. A létszám csökkenés tovább fokozza, hogy azok az utolsó éves egyetemisták, akik még nem szerezték meg nyelvvizsgájukat, abban bíznak, hogy a mentességről szóló rendelet 2021-re is érvényben marad. Szakértők szerint azonban elsősorban nem erre, hanem az online nyelvvizsgáztatás fejlesztésére és biztonságosabb átételére lenne inkább szükség.